Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves család, kedves testvéreim, együttérző szívvel állunk itt László testvérünk hamvainál. Ajánljuk őt most közös imádságunkkal, Isten irgalmával, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek Úristen vigasztalását. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem. Azért jött Jézus erre a világra, hogy megtanítson bennünket, hogy az Isten miként és hogyan szeret minket, és hogy az Istenhoz áldozatot szeretetből, ami örök életünkért. És ez az áldozat nem más, mint maga Jézus Krisztus. Amikor most búcsút veszünk testvérünktől, Lászlótól, aki sokakat tanított, nevelt, akik most itt vannak, vagy akik nem is tudnak itt lenni, mint mesterükre tekintenek, szeretnénk megköszönni az ő életét, és mindazt, amit tőle kaphattunk, és mindezért kérni a mindenható Istentől, az élet és a halál urától, hogy Isten országában halhatatlan lelke örök lakóhelyre találjon. Amikor most hívő lélekkel megadjuk az ember hamvainak a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, hogy halottunkat, akinek hamvait most eltemetjük, erőben támassza fel majd szentjei között, és állítsa őt megdicsőült hívei sorába. Ez a szentelt víz emlékeztessen most bennünket keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. Jöjjetek segítségül Isten szentjei! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Arra kérlek benneteket, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gimnázium volt igazgatójának, majd pedig a baráti kör nevében a búcsúzás. Arra hív az értesítő. Arról tájékoztat, hogy Varga László, tanár úr, tanártársunk, az Ötvös József gimnázium címzetes igazgatója, Varga Laci, az örökmozgó szellemes vidám játékmester, Varga Laci bácsi, a bölcs, finom humorú, tiszteletre méltó embertársunktól, barátunktól búcsúzunk. De nem csak búcsúzni jöttünk, hanem találkozni. Találkozni jöttünk, mert mindannyiunk fülébe cseng az ismert fügyszó, ahogy meghívott mindenkit magához, ahogy jelezte, hogy gyertek közelebb hozzám. Ezt a hívó hangot meghallotta, rajongásig szeretett kis családja, felesége, fia, menye, testvére, unokái, és meghallotta a szeretett nagy családja, az ötvösisták tábora. Mert aki szerettei szívében él, nem hal meg, ez meggyőződésünk lehet. Az örökké az emlékezetünkben van. Emlékezetünkben van hangjával, mozdulataival, mimikájával, mosolyával, ölelésével, szellemességével, a gála eseményeken viselt fekete ingével és fekete nadrágjával. 65 évvel ezelőtt lépett be az Ötvös József gimnázium kapuján, ahol kiváló mentorok fogadták. Elsősorban Harmati Jusuf, a szakma csinyát, binyát, a csibészséget tanította neki. Kubinyi Laci, a szellemességet, a finom humort,
a játékosságot. És játszott. Egész életében játszott. Egymás után írta és rendezte, játszatta és játszotta az Ötvös kabarét. Így jött aztán az Ötvös ember tragédiája, a Reál Tagyasi asszony pórus koncertje, Zeiser professzor látogatása az Ötvös gimnáziumban, mert feltűnt neki, hogy a férfiak között igen jelentős a termékenység. Ezt vizsgáltam. Áprilistól tulajdonképpen már egészen más dimenzióban gondolkodott. Itt abban élt, rohangászott, szervezett, brigádokat állított össze, borítékokkal teli kézzel mozgott. Egyik borítékra sürgős, másikra nagyon sürgős, harmadikra rendkívül sürgős, negyedikre ennél sürgősebb már nem is lehet. Ezek tartalmazták a feladatokat. Természetes, miért volt ez, mert készült az Ötvös táborba. Tereprendezés, sátorállítás vagy sátorbontás, betonozás, faházállítás vagy faházbontás. Érzékenysége, humora itt sem hagyta, egy pillanatig sem nyugodtan. Emlékezetes, amikor görög dinnye szállítmány érkezett a táborba, megkóstolta és nem tartott elég édesnek. Mindent megbékelte és mézet csöpögtetett bele. Csak azért, hogy kedveskedjen mindenkinek és boldogságot okozott az ott lévőknek. Aztán jöttek a fenyvesi kabarék, a Balatonparti Napóleon. Aztán a kis gazdapár felejthetetlen titkára végigbunolta a Balaton utcán hatalmas tömeg kíséretében és ünnepelték a pártitkárt. Aztán az Ötvös tábor rabja. Mindez őt jellemezte és sorolhatnám még tovább. Nagy kártyás volt. Kiváló ulti játékos. Volt, hogy bemondta a piros ultit, úgyhogy nem volt hetes a kezében. Kontra-rekontra, játék vége, elbukta természetesen. Mosolyogva közölte, fiú, én nem vesztettem, hagytalak titeket nyerni. Ez jellemezte. Ez a Varga Laci mindannyiunk szemében. Most már Kulcsár Gergő mellett keveri a lapokat odafönt, és várja a következő partnert, hogy megérkezzem. Jártamban a Keltenben gyakran találkozom egykori Ötvös diákokkal. Első kérdés, hogy van Laci bácsi? Jól, válaszolom természetesen. Ül az írógépe előtt, és írja a következő vidám jelenetet. Készíti a tacepaunkat. Így élő bennünk, így élő bennünk. Ezért szeretjük. Ezért tudjuk, érezzük mindannyian. Ismétlem, hogy aki szerettei szívében él, az nem hal meg. Ő Varga Laci bácsi, az igazi, a valós Ötvös szellem. Fodor István vagyok, Fodor Pisti, 73D. Vagyis 1973-ban érettségiztem az Ötvösben a B-osztályban. Életemben először Laci bácsi hívott Pistinek, Fodor Pistinek, szóval, ha úgy vesszük, Laci bácsi volt a keresztapám. Főnök, jelentem, szép számmal összejöttünk. Talán nem tudja mindenki, de Laci bácsit egymás között gyakorta csak így szólítottam. Főnök. Robert Lawson, amerikai író írja valahol, nincs olyan, hogy jó búcsú, csak búcsú van. Fájdalom és remény. Az elengedésnek nem az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit, hanem az, hogy megőrizzünk valamit az eljövendő időkre. A megőrzés. Ez lenne az én mondandóm lényege is. Ráadásul mi most nem is igazán búcsúzunk. Nem tudhatunk elbúcsúzni. Laci bácsi, te annyira velünk vagy. Velünk vagy a mindennapjainkban, a gimnáziumra emlékező gondolatainkban, vagy amikor második otthonodban járunk az Ötvös táborban, az ebédlő termésfő falában, az Akropolisz kiemelkedő dombjában, a francia WC-ben, tudjátok, ami kint van a francba, vagy a parton elénk táruló badacsony látképében. Annyira befészkelted magad a szívünkbe, a lelkünkbe, az együtt töltött évtizedek folyamán egyszerűen benőttél a bőrünk alá, épp úgy, mint az Ötvös szellem, ami szintén a te találmányod. Elválaszthatatlan részünk lettél, szóval nem búcsúzunk, épp csak egy pillanatra megállunk, emlékezünk. Engem az a szerencse és megtiszteltetés ért, hogy mellette dolgozhattam az utóbbi 18-20 évben. Apránként néhány év alatt a bal, majd kicsit később a jobb kezed lettem, abban az izgalmas munkában, hogy ez a különleges közösség, a BEVASZ, a Becsületes Emberek Baráti Szövetsége éljen és virágozzék, vagyis hogy működjön.
A krónikásod lettem. Eleinte az összegyűjtött régi-régi videókkal, később a saját fotó és videófilm anyagokkal sikerült sok mindent megörökíteni és az internet révén közös tulajdonná tenni. Közelről láttam, nem sajnáltál időt, pénzt, energiát, hogy ez a csapat együtt maradjon. Láttam a csalódottságot, amikor lassan és csak nehezen mozdult a társaság, és a mosolygós büszkeséget, amikor végre ismét és ismét. És neked mindig sikerült. Felismerted, hogy hiába kitalált jó forma, hiába az erős csapat, tudtad, vagy csak ösztönösen megérezted, akkor lehet csak egybe tartani, működtetni, ha ehhez megfelelően izgalmas tartalom is társul. Ezért képes voltál aztán a legvadabb ötleteket kitalálni, megvalósítani, hogy a társaság együtt jól érezze magát, és létrejöjjön egy-egy közösségi élmény, kiváltva, majd erősítve bennünk az összetartozás érzését. Mi pedig mentünk veled, csináltuk, kételyek nélkül a legnagyobb marhaságokat is, mert szeretetről és lelkesedésről mutattál példát, amit most is, ha csak itt körülnézel, nekünk kamatostól vissza kellett tükröznünk rád. És ebből nyertette évtizedeken át az újabb és újabb erőt, energiát. Ahogy ti is az egyik közös filmünkben találóan megfogalmaztátok, te voltál, és persze te vagy ma is, és holnap is a víz, a só és a kovász. Tőled lesz olyan ez a kenyér, a mi kenyerünk, ahogyan szeretjük. Pont 50 éve, hogy egy baklövésem miatt, amúgy teljesen jogosan, de mégiscsak kirúgtál a táborból. Attól kezdve, hogy visszafogadtál, különleges lett a kapcsolat közöttünk. Fiatal fejjel, tékozló fiúként rengeteget kaptam tőled, akkor érdemtelenül, vagy legalábbis befektetésként. És az utóbbi 20 évben, hiszen sikerült nekem ebből törleszteni valamit. Ígérem, a hátralékot a jövőben még ledolgozom. Laci bácsi, a szó legnemesebb értelmében éltél, mély és maradandó nyomot hagytál a világban. Majd befejezted a pályádat, nem hagytál semmit se félbe, mondhatjuk, teljes, egész életet éltél. Utolsó beszélgetésünk is szenteste előtt már egyfajta lezárás volt. Azt mondtad, nyugodt vagy, mert látod, hogy jó kezekben van az ügy, örülsz, hogy nélküled is működik, működni fog a dolog. Szerettem volna már akkor elmondani neked, hogy sikerült az ötletemet az önkormányzattal elfogadtatni. Októbertől már az ötvös tábor központi tere, ahol az ebédlő előtt a zászlóluda áll, ahol a zászló felvonásával nyitjuk kongresszusainkat, ahol mindannyian sokszor összegyűlünk, immár hivatalosan is a Varga László tér, vagy a Varga Laci bácsi tér elnevezést kapja. Hát ez jól hangzik így, de sajnos nem fedi még most sem teljesen a valóság. Tudnék, még nem kaptuk meg az engedélyt, de dolgozunk rajta, addig is a táblákat elkészítettük, és októberben, a 39. kongresszusunk idején már kín lesznek a teret jelző táblák, ha átmenetileg is. A rólad elnevezett téren fogjuk fél árbócra engedni a közvetlenül előtte felvont történelmi logót. Ismerlek jó. Most már szíved szerint azt mondanád, hosszú, hosszú, unalmas. Most kivételesen hallgattok rád, be is fejezem. Csak még egy gondolat, illetve kettő. Ígérem, ígérjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az általad teremtett és összehozott közösség, ez a számunkra végtelenül fontos hagyomány, egy szó mint száz, az általad meggyújtott fákja, lángja tovább égjen. És amíg mi élünk, legalább addig, vagy talán még tovább is, de te is bennünk, velünk, több ezer egykori ötvös diákkal együtt tovább élsz. Még egy információ azon kevesek számára, akik esetleg megrökönyödnének, vagy nagyon furcsának találnák, mit keres egy gyászszertartás végén egy popsláger. A Mindig kell egy barát című zalatnai szám, Laci bácsi külön kedvence, egy olyan ikonikus felvétel, melyet minden találkozón, rendezvényen zárószámként el kellett játszani, meg kellett hallgatni, el kellett énekelni. Laci bácsi ragaszkodott hozzá, hogy ahogy ő mondja, a bebasz himnusza elhangozzon. Most is felcsendül majd az eredeti felvétel. Laci bácsi már legutóbb úgy énekelte, énekeltette velünk, mindig kell sok barát. És ő ezt nagyon-nagyon komolyan gondolta. Laci bácsi ezt most is elvárja, elvárná tőlünk. Ne feledd, mindig kell sok barát. Nyomtattam nektek is néhány nagybetűs szöveget, hogy azt se lehessen a barát. Köszönjük az emlékezésnek a szavait.
talán mindannyiunk számára még közelebb került tanár úrnak az emléke, ugyanakkor pedig még hallgattam a visszaemlékezéseket, egy belga teológusnak a gondolata jutott eszembe, aki így ír a Mennyországról. Mennyország az a hely, ahol összejönnek azok az emberek, akik üdvözültek, akik teljesen szabadon, tisztán együtt játszanak egy örökké valóságig. Önfeledten, boldogan, időről, helyről, térről megfeledkezve. Hát, ha jól értettem, László egy ilyen ember volt, és ilyen emberként imádkoztunk azért, hogy elérkezzen oda, a mennyországba, hogy örökké játszhasson azokkal, akikkel földi életében tette, és akik majd I won't read you your wrongs or your rights. Time is gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. Time is gone. So here it is. I'm not your son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. Time is gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time is gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters and sleep a lifetime. Yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Imádkozzunk az Istenben hívő jó pohászaival. Ha
A jót elvettük az Úr kezéből, a rosszat miért ne vegyük el? Az Úr adta, az Úr elvette. Úgy történt, amint az Úrnak tetszett, legyen áldott az Úr neve. Mindezekben Jób nem vétkezett beszédével, sem pedig oktalanságot nem szólt az Isten ellen. Az Úr adta, az Úr elvette. Úgy történt, amint az Úrnak tetszett, legyen áldott az Úr neve. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Hiszem, hogy Jézus az Istennek fia, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy harmadnapra föltámadt a halálból az én üdvözítésemért. Kérlek, Jézus, légy az én Uram és megváltóm. Te vagy az én Uram és megváltóm. Megváltottál engem, és újjászülettem általad. Az ő szent teste és vére megtisztított engem. Köszönöm, Jézus, az örök életet. Amen. És tihenyből, ó szent anyám, kezeden, meg ne utáld inségében híveden. Mária, Mária, Mária szűz anya, oltalom hely Isten után csak te vagy. Szólj mellettem, mert Isten mint örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki. A föltámadásig nyugodjék békességben. Amen. Kedves testvéreim, Szentmise áldozatban most vasárnap, tehát február 13-án déli 12 órakor emlékezünk meg és imádkozunk László tanár úrért, mely Szentmisére mindenkit várunk a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Örökké.